Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntök mindenkit. Kosztolányi, az volt a kérés, hogy Kosztolányinak elsősorban a lírájáról beszéljek, a költészetéről. Egy elég sokoldalú figura volt ez a Kosztolányi. Nem csak költő, hanem író, regényeket is írt, műfordító, kemény irodalompolitikai csatákat is vívott a kortársaival, lapoknál dolgozott újságíróként, az volt a foglalkozása, hogy napilapoknál újságírt, csináltunk különböző kutatásokat, és így élete folyamán valószínűleg legalább 400 lapba biztos, hogy megjelentek cikkei, mert hogy miközben napilapos újságíró, nem egyszer politikai cikkeket is írt, amellett folyamatosan közöl különböző szövegeket, ilyen heti lapokban, magazinokban, rengeteg lap volt akkoriban. Ez 1900-as évek elején vagyunk már, Kosztolányi 1885-től 1936-ig él. Ez a századfordulós időszak, rengeteg minden történik a történelemben. És ugye nincs még internet, meg tévé, meg ilyesmi, az egyetlen hírforrás, az egyetlen kommunikációs csatorna, az a sajtó. Ezért van az, hogy rengeteg lap van, nyomtatott sajtó. Ez is egy külön érdekes terület egyébként, a ilyenek sajtótörténeti vizsgálatok. De térjünk vissza Kosztolányira. Kosztolányi Szabadkán született, és arra gondoltam, hogy az életrajzzal párhuzamosan fogok így a versei keletkezéséről, verses kötetei megjelenéséről beszélni, és közben egy kis ízelítőt így az életrajzából is kínálni. Az unoka testvérét úgy hívták, hogy Csád Géza, akinek ez az írói neve. Az eredeti neve Brenner József, ifjabb Brenner József. Azért fontos, ők együtt töltik a gyermek és kamasz korukat Szabadkán, és hát igen, érdekes közös kalandjaik vannak, nem csak egyszerűen unoka testvérek, hanem szellemileg is rokonok. Van egy ilyen összművészeti közeg, amiben nevelkednek, ugyanis Csátnak az édesapja az ügyvédkedés mellett zenél is, és egy ilyen zenész, Csát maga is nem csak írt, szépíró volt, orvosi egyetemet pszichiáterként végez, és úgy is van munkássága neki, hanem még ő is zenél és rajzol. És Kosztolányi minő véletlen, ezt nem sokan tudják róla, Kosztolányi zongorázott is egyébként, és ott Szabadkán rendeztek ilyen kis családi mulatságokat. Egyrészt voltak ilyen bácskai, evős, ivós cimboraságok, mindenféle bulik, ilyen házi bulik, amiket családilag rendeztek, másrészt pedig voltak ilyen közös házi muzsikálások, vagy ilyen kis kamara darabokat, ilyen komoly zenei darabokat így egymás családjainál így előadtak. A Szabadkán elég intenzív volt azért a zenei élet, és többek közt a Csátnak az apja is, idősebb Brenner József részt vett szabadkai filharmonikusoknak a működésében. Úgyhogy azért is emelem ki ezt, mert ez egy ilyen löketet ad Kosztolányi világához, hogy ez a Csáttal közös szabadkai gyerekkor, művészkedés, összművészkedés, ez elég meghatározó a számára. Akkor az is érdekes, hogy ugye már írogatnak ilyen kamaszkorukban, és egymásnak küldözgetik el az első verseiket, meg műfordításaikat, és van sok olyan kosztolányi, korai kosztolányi vers, ami a Csád Géza naplóiban maradt meg, mert hogy Csád Géza naplót vezet rendszeresen, és mindig megírja, hogy mi történik vele, és hogy az unoka testvére miket küldözgetett neki, és olyan szép verset küldött nekem Dide, ez volt a gyerekkori beceneve a Dezsőnek, hogy Dide, hogy ide másolom, és akkor bemásolja a naplóba. És vannak olyan régi vers, korai verseknek a kéziratai, amiket innen tudunk, vagy versek korai változatai, mert olyan alkotói módszere volt Kosztolányinak is, meg sokaknak, hogy ugye az ember megírt egy verset, de volt, hogy később elővett
átvette, kicsit átírta, stb. És vannak olyan versek, amik megjelennek majd az első kötetében, de már kamaszkori zsengéi vannak, és ezeket a korai változatokat például a Csát naplókból ismerjük. Na, egy kicsit a képen egyébként itt van, ezen az a bal szélén van ő, Csát Géza, ez a herceg, bajszos fiatalember, középen van Kosztolányi, és ő pedig Brenner Dezső, aki a Csátnak az öccse, szintén urokatestvér. Egy kicsit morbidabb vizekre, ha evezünk, ezek a fiatal emberek, ezek nem csak ilyen szép lelkek voltak, hanem hát volt egy kicsit ilyen démoni oldala is a személyiségüknek, ugyanis azzal szórakoztak időként, hogy állatokat kínoztak, békákat, egereket, ilyesmi, és hát erről bizony vannak forrásaink is, tehát így nem így vaktába az ember nem állít ilyeneket. A szépirodalmi műveikben is megjelennek ilyen motívumok, de ez alapján, hogy ugye valaki ír valamiről, az még nem jelenti azt, ugye, hogy csinálja is, viszont olyan források fennmaradtak, amik alapján tényleg csinálhattak ilyen kegyetlen játékokat. Kosztolányi Dezsőné a férje halála után írt egy életrajzi regényt a férjéről, és abban ezt írja, hogy öccsével, Árpival és unoka öccsével, Brenner Jóskával békákat, egereket boncoltak. Grószi, ez a nagymamájuk, és apuska kedvenc macskái tünedeztek el kegyetlen kezük alatt. Érdes kamasz csínyeket műveltek. Csúfolták a lányokat, kővel, hógolyóval dobálóztak veszélyesen, és mindent, mindenkit kigúnyoltak. Még az addig bálványozott kisnagymama orra alá is borsot tört társaival. Titokban megtépázták féltett kaktuszait. Ezen elgondolkodtam, hogy milyen lehet egy kaktuszt megtépázni, az nyilván nem biztos, hogy a kaktusznak jobban fáj, mint annak, aki megtépázza, nem tudom. Kosztolányi később, Kosztolányi, mikor ugye ezt a felesége írja ilyen visszaemlékezésként, Kosztolányi már ugye befutott íróként egy kávéházi asztalnál egy újságíró társának is mesélt ezekről a korai csínyekről, és ő azt mondta, ezt írja az újságíró róla, hogy sok mindenről mesélt, jellegzetesen racsoló modorában, innen tudjuk, hogy racsolt, majd így szólt. Ezt majd kifelejtik az életrajzomból, hát elmondom neked. Gyermekkorának egy meghökkentő szokásáról beszélt. Kisfiú volt, amikor szenvedéllyel fogdosta össze a legyeket, és bezárta azokat egy bádok skatujába. Olyanba, amilyenbe a felnőttek a cigit hordozzák maguknál, ha nem telik nekik ezüst tárcára. Ugye még cigaretta, még ezüst tárcában van. Azután összeültek a gyerekek, gyertyát gyújtottak, és a bádog dobozt a mama hajsütő vasánál fogva a láng fölé tartották. Azután élvezték, hogy kínjukban zümmögnek az áttüzesedő bádog dobozban a legyek. Na, mindezek után eszembe jut ez a Szegény kisgyermek panaszai című verses kötet, amiről még lesz szó, tartalmaz egy ilyen Kosztolányi verset, hogy a rút varangyot véresen megöltük. Ehhez próbáltam egy ilyen autentikusabb illusztrációt keresni. Nyilván nem ezt a varangyot ölték meg, mert én ezt valahol a Wikipédián találtam, de elvileg ez egy varangyos béka. Így szól a vers. Ez a Szegény kisgyermek panaszairól majd fogok beszélni, ez volt az első nagy sikerű kötete neki, és ez egy ilyen vers füzér lényegében, egy ilyen nagyon jó dallamú, ilyen, mint egy ilyen slam poetry, valami olyasmi hangulata van az egésznek, így ritmusilag. Azt mondja, a rút varangyot véresen megöltük, ó, iszonyú volt, vadháború volt, a délután pokoli sárga, nyakig a vérbe és a sárba, dolgoztunk, mint a hentesek, s a kövér béka elesett. Egész smaragd volt Rubin a szeme, gyémántot izzadt mérgekkel tele. A lába türkiz, a hasa zafír, a bőre sejmek fonadéka, s regés kincsével elterült a gazdag undok anyabéka.
Botokkal nyomtuk le a földre, az egyik vágta, másik ölte, kivontuk a temetőpartra, ezer porontja megsiratta, s az alkonyon, a pállott alkonyon véres szemével visszanézett. Kegyetlenül, meretten álltunk, akár a győztes hadvezérek. Most itt vagyunk, a tiszta kis szobában, szép harc után, a szájunk mosolyog. Maró fogunk az undort elharapja, s gőggel emeljük a fejünk magasra, mi hóhérok, mi törpe gyilkosok. Azért ez így elég erős. Majd látni fogjuk, Kosztolányinak kicsit ilyen kettős figura van benne, de főleg Csátban van egy ilyen erősen démonibb vonal. Csátnak ugyanis ez a motívum, ez az állatkínzás motívum a novellisztikájában sokkal erősebben előjön. Akit érdekel, olvasson Csátot, de lehetőleg fényes nappal, legalábbis erősebb idegzetűeknek javallott szerintem Csát. Nézzük tovább, hogy mi mindent csinálnak még ezek a fiatalok itt Szabadkán. Az iskolában is igen aktívak, és ugye hát költői pálya, tehát költő, Kosztolány nagy ambíciója, hogy költő akar lenni, és egyáltalán az irodalmi életbe részt venni. Ugye itt kamaszkorában még ugye nem látja annyira majd ezeket a századfordulós, nyugatos, modern irodalmi ügyeket, viszont már az megvan benne, hogy valamilyen irodalmi tevékenységet kifejteni, és ezt egy kicsit élénkebben, tehát nem csak úgy, hogy otthon írogatok az asztalfióknak verseket, hanem egy ilyen aktívabb társas élet részeként, és eljutnak odáig, hogy a társaival együtt lapot, iskolai lapot is alapítanak, Előre címmel egy diáklapot indítanak. Ennek az első száma 1901. augusztus 15-én jelent meg, és programot is adtak, hogy micsoda nagy, hát hogy mondjam, egy ilyen irodalmi mozgalmat indítanak el ezzel a lappal. Ez volt a beköszöntő szövegben, így indult a lapnak az első oldalán a vezércikk, hogy lelkes örömmel nyújtjuk ezt a kis újságot, mely hivatva lesz pótolni azokat a szép kiállítású, de drága lapokat, melyek a széles Magyarországon megjelennek. Állandó rovatainkkal, irodalom, hírek, stb. Be fogjuk bizonyítani, hogy ez a lap nem néhány ábrándos ifjúnak időtöltése, hanem a szabadkai ifjúság lelke, védője, mulattatója. A lapnak a felelős szerkesztőjét úgy hívták, hogy Ángyán Béla, és a fő munkatársai között ott volt Kosztolányi is, természetesen Csát Géza is, akkor egy Fenyves Ferenc, ő egy híres volt, később a Szabadkán, a Bács-megyei Naplónak lesz a szerkesztője, illetve Munk Artúr, aki egy orvos lett végül, és írt is, egy ilyen orvosíró, és az az érdekesség, hogy ő hajóorvos volt azon a Kárpátia nevű hajón, ami ment a Titanic katasztrófa után odaért, és próbálták menteni a menthetőt, tehát ott pont ott volt a Munk Artúr, mint hajóorvos, ez egy ilyen érdekes egybeesés, majd később. De itt még kiskamaszként lapot szerkeszt. 30 példányt sikerült eladniuk ebből a folyóiratból, ugye egy ilyen kemény, de ahhoz képest elég nagy siker, amit úgynevezett litografált folyóirat volt. Összességében hasznot hozott tehát számukra. Egy idézetet megint olvasok. Csát Géza nem csak novellákat írt ebbe az újságba, hanem ő írta le sokszorosításra alkalmas litográf tintával a lap valamennyi közleményét. A lapot némi kis Panama igénybe vételével a törvényszéki fogházban őrzött rabok litográfon sokszorosították. A Panama abban állott, hogy ezekre a rabokra büntetésül nem az igazságszolgáltatás magas fórumai rótták ki ezt a kötelezettséget, hogy az előrét sokszorosítsák, hanem az akkori fogház felügyelő fia, akit később kokain csempészés miatt csuktak le. Tehát rabokkal sikerült így ilyen ismerősi baráti körön keresztül így sokszorosítatni, ugye akkor még nem állt rendelkezésre olyan technika, mint ma. Úgyhogy ők sokszorosították.
Most ezekről a sztorikról, itt már említettem ezt a Fenyves Ferencet, ő írt egy életregényt, onnan tudunk, de a Csátnak a naplójából is kiderülnek ilyenek. Kosztolányi álnéven írt verseket ebbe a kiadványba, Csongor, az volt az álneve neki, ezt nem tudjuk, hogy ez honnan szedte. Egyébként emellett még titkos irodalmi társaságot is alapítottak, és Kosztolányinak az apukája volt az iskolaigazgató, és az igazgató lakásán csinálták ezeket a titkos összejöveteleket, de aztán, mikor rájött az apja, akkor utána be is tiltotta, eléggé szigorú idők voltak, és tényleg akkor ilyen nagyon poroszos fegyelem volt a középiskolákban. Még egy sztori, ami ide tartozik, ehhez az Előre című laphoz, hogy hát Kosztolányi volt a pénztárosa a lapnak, és hát nála landolt a bevétel, és ő ezt a bevételt nem osztotta meg a többiekkel, hogy akkor beforgassák a következő lapszámba, hanem ezen az Ángyán Bélán, akit mondtam, hogy egy ilyen felelős szerkesztője volt a lapnak, ezen a barátján keresztül összejött egy helyi prostituált lánnyal, és neki fizette ki ezt az összeget a szolgáltatásaiért. Úgyhogy lényegében ez volt Kosztolányi első ilyen komolyabb szerelmi kalandja. Ennek az Előre című lapnak a bevételéből sikerült megvalósítania az ügyet. Fenyves így mesél róla: mi többiek szintén nem károsodtunk, mert a megismerkedéstől a beteljesülésig terjedő folyamatot olyan élénken mesélte el előttünk, hogy szinte egyek voltunk az élvezetben. Úgyhogy ez történt. Utána pedig megijedt, hogy esetleg valami vérbajt kapott, és akkor rohant mindjárt az öreg házi orvosukhoz, tehát ilyen kalandos volt ez az Előre című lap története. Akkor még mindig itt vagyunk az iskolában, még mindig. Önképzőkör is működött a gimnáziumban. Ezek akkoriban egy ilyen bevett szokás volt, itt hogy az 1800-as évek második felében különböző önképzőkörök működtek a középiskolákban, a gimnáziumokban. A diákok, ezek ilyen összejövetelek voltak, ahol jegyzőkönyvet vezettek az összejövetelekről, volt valaki, aki egy szövegét, valamilyen művét, hát ezek általában ugye írott szövegek, tehát nem az az önképzőkör, amikor az egyik festeget, a másik zongorázgat, stb., hanem itt ilyen irodalmi működésről van szó. És akkor változatos műfajba, tehát lehetett műfordítással készülni, lehetett valami esszével, verssel, stb. És akkor az egyik diák felolvasta, kettő bíráló ki volt jelölve, azok elmondták a véleményüket, utána a többiek is hozzászólhattak, és akkor volt egy vezető tanár, egy magyar tanár, aki meg az egészet így, hát így végig konferálta, meg felügyelte a dolgot. És Kosztolányi természetesen első dolga az volt, hogy jelentkezett az önképző körbe is. Családi indítatásról is szó volt, mert hogy már az apja is tagja volt egy ilyen önképző körnek. Egyébként az apja is verselgetett, az iskola igazgató és egyébként reál szakos, tehát ilyen matematika, fizika szakos apuka is, voltak neki is ilyen irodalmi ambíciói. Csak hogy hát Kosztolányi ugye állandóan mindenféle konfliktusba keveredik a társaival, kialakulnak különböző klikkek, kinek a verse volt jó, kié rossz, összevesznek folyamatosan, tehát ilyen elég élénk élet van. A naplójában, mert ő is egy pár valamennyi ideig, rövidebb ideig, mint Csát, mert Csát élete végéig vezeti a naplóit, Kosztolányi csak itt ilyen kamaszkorában, és az ekkori naplóiba megjegyzi, hogy borzasztó önképzőkör. Kétségbe esett munkássággal dolgozik mindegyik, és mindegyik verset ír verset, boldog-boldogtalan. Már az első ülésen, amikor megjelent és tagja lett az önképzőkörnek, Rügyfakadás címmel felolvasott egy verset, amit gyenge középszerűnek minősítettek a bírálói, ami nő halálra sértődött, és hát egy erős szóváltás támadt utána. Mindjárt ebből az alkalomból jegyzőkönyvi megrovásban részesítették, tehát itt voltak azért szabályok, szigorú szabályok, meg fegyelem.
úgyhogy azonnal jegyzőkönyvezték, ha valakinek valami konfliktusa támadt, de mindez az, hogy megengedett volt, tehát nem az volt, hogy nem lehetett elmondani a véleményét, el lehetett, csak mindent jegyzőkönyveztek és számon tartottak egyből, maguk a fiatalok, tehát ők maguk voltak, a jegyzőkönyvet is ők vezették. Akkor akinek az írása kiemelkedő lett, az azt a jutalmat kapta, hogy itt van az önképzőkör érdem könyvébe bemásolhatta a művét, és például így is megmaradt néhány ilyen korai Kosztolányi szöveg, mert hogy azért nem csak gyenge középszerűre minősítették, hanem dicséretes is lett nagyon sok írása, és ezek kerültek be ebbe az érdemkönyvbe. Ez Szabadkán őrzik a Városi Könyvtárba ezt az érdemkönyvet. Akkor idővel, ugye mondtam, hogy ilyen klikkek is kialakulnak, olyan versek is megjelennek, bekerülnek ebbe az érdemkönyvbe, amik majd az első országosan megjelent nagy verses kötetében is, Négy fal között az a címe, abban is majd szerepelni fognak. Tehát van egy ilyen folyamat, hogy ugye ami elindul a kamaszkori zsengéktől, és majd aztán a beérkező budapesti, sokat szereplő költő megjelennek a verses kötetei, tehát nem a semmiből születik, hanem itt különböző fázisai vannak ennek a fejlődésnek. Most közben ilyeneket is csinál, hogy beküldi a Budapesti Napló című lapnak az egyik versét, és ezt le is közlik, ez egy nagy öröm lesz a családban. 1901-ben megjelenik az első verse Kosztolányinak, akkor még Szabadkán diák, és tehát nem semmilyen munkatársi viszony, meg még fiatal, stb. Megint csak Csátnak a naplóját idézem, aki azt írja, hogy tegnap megjelent Didének egy költeménye a Budapesti Naplóban, melynek Ábrányi Emil folymunkatársa. A verset Ábrányi Emilnek kellett volna megbírálni, mint ahogy Dide kérte, de ez minden más bírálat helyett kitetette. Jegyezte föl Csát Géza. A Kosztolányinak az édesanyja, úgy hívják, hogy Brenner Eulália, ilyen neve van neki, pedig annyira büszke volt a fiára, hogy az ima könyvébe belerakta, kivágta ezt a kis versikét, itt van, és beletette, ott őrizte az ima könyvében. 1902-ben járunk már, november 9-én volt egy olyan incidens, történt egy olyan incidens, aminek az lett a következménye, hogy Kosztolányit kicsapták a gimnáziumból. Ugyanis megint összevesztek az önképzőkörbe, és a vezető tanárával is összeveszett. Az emlegetett Fenyves Ferenc felolvasott Csokonainak a Dorottya című eposzáról írt egy elemzést, az felolvasta. És azt a Kosztolányi nagyon erősen megbírálta, és megjegyezte, hogy hát egy csomó germanizmust használ ez a Fenyves. Tehát ez a macska fel van mászva a fára, egy névelő, stb. A germán. Ugye németes szerkezetek a magyar nyelvben. És erre visszavágott neki a vezető tanár, hogy hát, hogy maga is használ germanizmusokat, miről beszél. És akkor a Kosztolányi ezen annyira megsértődött, hogy tudok én annyit, mint a tanár úr, és ha csak egyet is használtam, azt mutassa ki, stb. És akkor így csapkodott, és ő most az ülést itt hagyja, kivonult a teremből, és volt egy komikus jelenet, ugye még kalapba járnak, a fiatalok, ez ilyen iskolai egyenruha, meg egy ilyen úrifiú viselet, hogy kalapba jár, és bennhagyta a kalapját. És akkor idegesen visszarohant, hogy a kalapom, és akkor ezen kicsit ott, ez ilyen nevetséges volt, hogy a nagy kirohanás után még visszaszalad a kalapjáért, és akkor később is ugratták emiatt. És ezek után nem, az iskola igazgató apa se tudta megvédeni, mert olyanok hangzottak el, meg olyan volt a helyzet, hogy Kosztolányi kirúgott diákként, magántanulóként fejezte be végül a gimnáziumot, és megfogadta, hogy csak azért is színjelesre fog érettségizni. És akkor így ír a felesége később ebben a visszaemlékező könyvében,
hogy Anyika sír, apuska komoran jár kell a házban, el fogsz zülleni, a szemétre fogsz jutni. Így reagáltak a kicsapatás hírére, és aztán mikor meglett a kitűnő érettségi, mert hát csak azért is megcsinálta, akkor Abbáziába küldik nyaralásra, ez egy ilyen jutalomnyaralás volt. No, ezt követően kezdődik egy új életszakasza Kosztolányinak, ugyanis fölkerül Budapestre, az egyetemre. Magyar-német szakos lesz, de nem fejezi be az egyetemet. Nagyon sokan nem fejezik be. Babits, ez ugye a nyugat, tehát a nyugat korszakban vagyunk, nyugat folyóirat, ott látom is, hogy ott van egy plakát is Adiról, meg nyugat, stb. Hogy 1900-as évek eleje, 1903-ban kerül föl Pestre, és ez az az időszak, amikor rengeteget fejlődött Budapest, még az osztrák-magyar monarchia időszakában vagyunk, első világháború előtt, abszolút egy ilyen virágzó, ekkor épül föl lényegében minden, tehát Andrássy út, föld alatti, milleniumi építkezések, stb. Tehát egy olyan élménye van Szabadkáról fölkerülve, hogy egy világvárosba csöppent. Hát rengeteget, tényleg Budapest ekkor ilyen európai városok szintjén van, és egy nagy élmény, meg egy nagy sokk így hirtelen így oda kerülni, ugye hát nincs, tehát nem olyan világ van, mint ma, hogy a neten keresztül látom a Grand Canyont is, hanem tényleg egy ilyen húsba vágó élmény, hogyha egy földrajzilag jobban elmozdulok. Most az egyetemen mondtam, hogy ez a nagy nyugatos generáció, ez ekkortájt indul, meg ekkor lesznek egyetemisták, de például Babits Mihály, ő tisztességesen befejezi, és egy időre elmegy tanárnak. De a többség, Kosztolányi, Karinti, ők nem, ők egy ilyen bohémebb életformát választanak, és elmennek újságírónak, és elkezdik ez a híres századfordulós kávéházi életbe csöppennek bele. Ez az az időszak, amikor a kávéházakban ülnek a szerkesztőségek, oda költöznek ki, ott csinálják a lapokat, ott írják a verseket, egy ilyen nagyon élénk, ilyen irodalmi élet is van a kávéházban. Amellett járnak persze mindenféle más társadalmi rétegek is, de ezeket szokták kiemelni, mert ezek maradtak fönn. Tehát az, hogy a XY bankár ott ült reggeltől estig a Centrál kávézóba, arról nincs különösebben semmi sztori, nem maradt fenn semmi, de az, hogy Karinti mit csinált a kávézóba, hogy például leönti tintával a kanapét, meg ilyeneket följegyeztek, tehát ez így megmaradt az utókornak. Úgyhogy ez egy külön nagy téma, hogy irodalmi kávéházak Budapesten, ez abszolút erről a korszakról szól. És ebbe a millióbe érkezik be Kosztolányi is, aki egyrészt jár az egyetemre, ahol ilyen dögunalmas előadásokat hallgat, nagyon akadémikus ekkor az egyetem, konzervatívabb, ők fiatalok, és mindenképpen valamilyen forradalmi, meg akarják újítani az irodalmat. Ő a modern irodalom képviselőiként akarnak megjelenni, betörni a kulturális életünkbe. Tehát egy ilyen nagyon forrongó, és sokan, többen vannak, tehát hogy egy generációban, vagy egy-két generációban nagyon sok jó képességű ember így összesűrűsödik. Tehát ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kitüntetettebb korszaka az irodalmunknak, hogy valami energia, többlet ott összejött. Most, hogy menjünk, akkor nézzük tovább a versíró Kosztolányit, hogy ebben a közegben, ebben a klímában, itt ugye kiemeltem a képeken, ugye itt pont a Centrál Kávéház, akkor a Keleti Pályaudvar, az albérletekben laknak, és az albérletek azok a Józsefváros, Ferencváros környékén, közel a pályaudvarokhoz, sokat éjszakáznak, erős rengeteg minden maradt fenn, és ezeknek is nyomai vannak a novelláiban itt-ott, hogy milyen éjszakai életet élnek, kávéházakban, kávéházakat végigjárják egész éjjel, és az albérletben lehetőleg minél kevesebbet kelljen lenni. Úgy hívják az albérletet, hogy hónapos szoba, mert ugye szobát bérelnek, és ezek általában ugye egy ilyen
szerényebb, földszinti, sötét, stb. Tehát szívesebben időznek a társaság miatt, meg úgy egyáltalán. Tehát egy életforma az, hogy a kávéházba élik az életüket, nem pedig otthon nézik a laptopot, bocsánat, és hát meg egyáltalán ez, hogy a kávéházat a tulajdonosok is direkt úgy alapítják, hogy a nyomdák közelébe, a szerkesztőségek közelébe, tehát hogy legyen egy ilyen átjárás. A kávéház mellette egy ilyen kulturális fórum is, tehát egy olyan, mint ma a Facebook. Tehát fölmegyek a Facebookra, nem, bemegyek a kávéházba, és ott tudok meg mindent azonnal. Tehát ott egy hasonló intenzív társasági élet folyt, mint most például, ami a Facebookon történik. Akkor az első verses kötete hamar meg is jelenik Kosztolányinak, tehát ez egy olyan közeg, ahol lehet könnyen, gyorsan érvényesülni, ha az ember elég sokat dolgozik, tehát nem... Ez az az időszak, amikor nagyon számít az, hogy mit teszünk le az asztalra, gyorsan, jókat, nagyon, ugye mondtam, hogy sok a tehetség, tehát, hogy elég erős a verseny, úgyhogy nagyon sok fiatal tehetséges újságíró van, és gyorsan kapnak munkát. Tehát bemegy a kávézóba, beviszi az írásait, ismerettségeket köt, stb. Ezen keresztül munkát is lehet szerezni, aztán az egyik újsághoz, ha bekerül, tud tovább menni a többihez, stb. És Kosztolányi eljut odáig, hogy 1907-re meg tudja jelentetni az első verses kötetét, ez, amit már említettem, a Négy fal között az a címe, és... Hát az érdekesség ugye, hogy ezek is mindig úgy történnek, hogy ilyen energiabefektetéssel, tehát nem olyan egyszerű, hogy van-e a tehetséges, zseniális költő, fölfedezik, és akkor majd a kiadók így azt két szép szeméért kiadják, nem, hanem ebbe azért komoly munka van, mert hogy komoly nehézségekbe ütközik ez az első kötet, meg a többi kötet is azért így nem annyira egyszerű, de az első, mindig tudjuk, az mindig a legnehezebb, ennek a megjelentetése. Az utolsó pillanatig húzódozik a kiadó, a kéziratot a Kosztolányinak kell nyomdába vinnie, előfizetőket szerez, lényegében a finanszírozását is ő oldja meg, tehát nem a kiadó vállalja, hogy majd fizeti neki. Nagyon sokat ad a küllemre is, hogy a könyvnek a megjelenése is méltó legyen, és hát menedzseli is, tehát azoknál a lapoknál, amiknél éppen dolgozik, ebben az időben a Budapesti Naplóba, pont ahol az első versét hozták, ott sikerült elhelyezkednie, ott is hirdeti, tehát van egy komoly ilyen reklámozás, meg menedzselés is körülötte. És elküldi azoknak az embereknek, ez ilyen tiszteletköröket is lefutja, azoknak az embereknek a könyvét, akiktől remél valamit, akiktől reméli, hogy írnak róla, irodalmi barátságok, tekintélyszerzés, stb. Tehát abszolút egy ilyen brandépítés zajlik, tehát ez teljesen benne van ebbe az ügybe. A verseket korábban már közölte különböző lapokban. Mindegyik kötet mindig úgy áll össze, hogy előtte megjelennek darabjai napilapokban, a Nyugatban, már 1908-ban majd ugye utána már elindul a Nyugat is, tehát több helyen szétszórva megjelennek, és utána gyűjti össze kötetbe, nem feltétlenül az összeset, valamennyit, és azt próbálja kiadni. Itt az egyik kortársának azt írja levélben, nálunk könyvekkel nem lehet operálni, ha a címlapon ismeretlen név áll, akkor szegény könyv elevenen el van temetve. Gerilla harcokkal kell kivívni a nevet, újságokban, folyóiratokban, egyes versekkel. Akár még ilyen karrier tanácsadásra is lehet Kosztolányit olvasni. És nem véletlenszerűen szedi össze a verseit, nem úgy, hogy most ez tetszik, az nem tudom, hanem egy határozott ilyen kötet kompozícióban gondolkodik, és ciklusokba szerkeszti, így témánként csoportosítja őket. Elköveti azt a hibát, hogy Ady Endrének is küld a könyvéből, akit egyébként, ez érdekes, Ady, ugye Ady Endre, nagy
modern irodalom nagy reklámarca, nagy frontember, az abszolút csúcs, pár évvel idősebb csak Kosztolányinál, ő már ki van kiáltva a modern irodalom képviselőjének, megjelentek már az első kötetei, ő egy igazi áttörést hoz. Na most Kosztolányi, és imádják, rengetegen imádják, vannak itt mindenféle politikai kapcsolatok is, ez egy külön történet, irodalom meg politika, pláne egy ilyen napilapos közegben, akkor is a napilapok mindegyike valamelyik politikai irány felé el volt köteleződve, ez egy külön történet, hogy akkor melyik író, melyik lapnak hogyan tud írni, milyen politikai háttere van ennek, milyen nem, ez megint egy ilyen összetett és érdekes kérdéskör. Tehát Adi egy ilyen bálvány lényegében már ekkor. Ugyanakkor sok támadója is van, ugye miatt a erős forradalmisága, meg ilyen szókimondás, meg egy teljesen más stílust képvisel, emiatt a konzervatív kritika ugye nagyon keményen bírálja, elég sokat kap tőlük, és van benne egy adag sértettség is. Ekkor ő kijárogat Párizsba, ugye majd fogjátok tanulni, hogy van egy nagy szerelme, a Léda asszony, stb. És hát Kosztolányi, hát már az elejétől kezdve egy kicsit ilyen feszültebb viszonya van Adival, tehát egy ilyen kis rivalizálás jelleg már az elején megjelenik a kapcsolatukban. Felírtak ilyen kávéházi jeleneteket, feljegyeztek a kortársak, hogy már ott is voltak különböző afférok. Adi, aki Párizsba járkál, Kosztolányi azt állította, és ettől mindenki elájult, hogy úristen, Párizs, és Adi onnan hazahozza a kultúrát, és el voltak ájulva tőle. Kosztolányi közölte, hogy hát Adi nem is tud franciául. Mi az, hogy Adi Párizsba járkál, nem is tud franciául. És akkor mondták neki egy ilyen kávéházi este folyamán, hogy de hát most miért mondod, hogy nem tud franciául, hát hiszen Párizsban van meg minden. És akkor volt, hogy tegyünk egy próbát, és akkor volt ilyen, már ilyen telefonok vannak, hogy a kávéházban lehet telefonálni, ilyen interurbán, és felcsapta a szótárat Kosztolányi, ott egy francia szó, plümó, tollseprű. Kérdezzük meg Adit, hogy tudja, hogy mit jelent a tollseprű franciául. És Adi nem tudta, és Kosztolányi egyből közölte, hogy hát látjátok, mondtam, hogy nem tud franciául. És hát ez is egy kis jelzés arra, hogy hát egy ilyen oda-vissza szivatások történtek. Akkor Kosztolányinak volt egy olyan, megjelent egy vers fordítása, egy fordítás kötete, és ott volt egy olyan rímpár, hogy valaminek a legnagyobb bika, megvadult tőle a bika, valami ilyesmi rím helyzet volt egy ilyen Maupassant fordításban, és ezt a kritikus szóvá tette, és Adiék olvasták ezt a kritikát, és onnantól kezdve azzal viccelődtek, hogy Kosztolányit a háta mögött úgy hívták, hogy a legnagyobb bika. És akkor tehát ilyen különböző ilyen oda-vissza szurkálások mentek, és egy ilyen hangulatban Kosztolányi elküldi ezt a Négy fal között című költeményt Adinak, és várja, hogy mit szól hozzá, meg hogy ír-e róla kritikát. És hát Adi ír róla kritikát, méghozzá elég keményet, és olyan kritikát, amivel így élete végéig megsérti Kosztolányit. És ez a legnagyobb, hiba pont Adi szerint Kosztolányinál, hogy a verseiben nincs élet. Kosztolány egy irodalmi író, aki csak ül a négy fal között, ábrándozik, ilyen papírszagú a költészete, és tanulja a versírás, tehát ez a mester ember, akiben nincs tehetség, jól megtanulta, szépen megírja, de semmi eredetiség, semmi zsenialitás, semmi élet nincs benne. És ezen halálra sértődik Kosztolányi, és aztán Adinak egy levelet ír, egy levélben válaszol, ahol ilyen ironikusan elismeri, hát nyilván tele gúnnyal, hogy természetesen igaza van önnek, én valóban. Így kezdő, hogy eddig csak irigykedtem a verseire, s bámultam önt, ma szeretem.
amit ön megírt a levélben, nem volt új előttem, és éppen ezért lepett meg emberlátása. Nem képzeli, mennyire érzem magam is az életből való teljes kiszakítottságomat, az útszélen vergődőnek folytonos ambíció rohamát, a perzsának beteges gyönyörét a szépben, az újban, a nagyszerűben. Ezen a levélen kívül ír még egy-két kritikát Kosztolányi és Adiról, de nem ilyen kirohanós, hanem ilyen rejtetten cinikus. Tehát ilyen kis áthallásokat föl lehet fedezni. Például Adinak Vér és Arany címmel megjelenik egy kötete, és akkor azt írja róla Kosztolányi, hogy Benvenuto Cellinit, az egy olasz szobrász, a kacagó tőrön, véren és aranyon keresztül szeretkező és alkotó reneszánsz művészt látom. A túlfeszített, izmos élet diadalmas, dagadó teljességét. Arról van szó, hogy Ady Endre versekben ugyanezt az életet éli, a vér és arany életét. Ugye itt rá hangsúlyoz arra, hogy hát tényleg debezzeg az Ady, az aztán nagyon él, az nagyon tud élni. Ami izgatott sietségű modern korunkban, ő valósággal fürdik, stárt kebellel, nekiszegzett, dacos fővel megy neki mindennek, ami szép, ami új, ami élet, stb. Most majd később, ez csak egy ilyen kitekintés, hogy 1919-ben halt meg Ady. Hát így valamennyire kibékülnek, meg Kosztolányit is azért így rosszul érinti, mert Ady nagyon leépül, beteg lesz, stb. És hát a szenvedését látni az nyilván valamilyen részvétet vált ki belőle. De 10 évvel a halála után, 1929-ben rendeznek egy nagy vitát arról, hogy Ady költészetének most hol is van a helye, és hogy tényleg mennyire jó Ady, hol van a helye az irodalmunkban, stb. És Kosztolányi akkor nagyon keményen neki fog menni Adynak, és aztán ilyen abból is egy hatalmas perpatvar lesz, hogy a hogy merészel a halottba belerúgni, és még mindig dolgozik benne ez a sértettség, stb. Stb. Ez is egy külön nagy története lesz az irodalmunknak. Na, de nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez, mert hogy Ady azt is megjegyezte a kritikában, hogy Kosztolányinak nem csak, hogy élet nincs a verseibe, hanem egy életnek egy sajátos területe sincs a verseibe, nevezetesen Ady szerint húsvér asszony, így fejezi ki, van, húsvér asszony nem látott a Kosztolányi, legalábbis így a versekből ez így nem derül ki, a szerelmes verseiből. És hogy hoztam egy külön kis epizódot, a Kosztolányinak mondjuk három ilyen nagyobb szerelmét szokták említeni, ez most nem nekem csönget, ugye? Három. Van egy fiatalkori, az a neve Lányi Hedda, úgy hívják a lányt, és az a beceneve, hogy Fecskelány. Kosztolányi már ekkor egy felnőtt újságíró, és ez meg egy ilyen kiskamasz, ilyen tizenéves kiskamasz lány Szabadkán, és akkor ő a nagy budapesti újságíró, lejár Szabadkára, és akkor elájult tőle ez a Fecskelány. És hát Kosztolányi azért nem él egy ilyen nagyon szűzies életet, mert hogy Budapesten is, ugye említettem, volt ez a kis kalandja ott azzal a prostituáltal, és hát Budapest akkor ekkor is a bordélyok virágkorát éli, tehát egy ilyen tele vigalmi negyedekkel, és hát ezek a fiatal emberek nem csak kávézgatnak az éjszakába, hanem másik kábetűs igét is társítsatok kézzel, tehát így járkálnak ott a kénők között, és hát Kosztolányi is amellett, hogy járkál az utcalányok között, így írogat ilyen lángoló szerelmes leveleket ennek a fiatal szabadkai kislánynak. És akkor néha meglátogatja őt, ilyen teljesen ártatlan kis flörtölés van, aztán megy vissza újra a pesti éjszakába, és mindezek után a Szabadkán ez a kislány, ez a Hedda, az osztálytársaival, nem tudom, ilyen iskolai bálokba flörtölget, és Kosztolányi, mikor ezt megtudja, akkor azon halálra sértődik, és ő lesz iszonyatosan féltékeny, és ő érzi azt, hogy meg lett csalva, tehát így ér véget ez a szerelem. Aztán a másik ilyen nagy szerelme a felesége, aki színésznő volt, és hát ő is egy kicsit ilyen éjszakai élethez szokott asszony volt,
és hát ilyen pletykák szerint Karintival is jóba volt előtte, meg másokkal, mire a Kosztolányi felesége lett, viszont mikortól a Kosztolányi felesége lett, nagyon kitartóan mellette volt, foggal, körömmel, ezt majd a előadás végén ki fog derülni, hogy mennyire szó szerint foggal, körömmel fogta a férjét. És az élete végén lesz egy másik nagy szerelem, arról még fogok beszélni. De vannak ilyen kis epizódok is, például aki itt a képen szerepel, őt úgy hívják, hogy Keleti Juliska, aki egy ilyen kuplé énekes nő, primadonna volt, mert hogy nem csak ilyen utcalányokat, hanem hát ugye ott az éjszakában ilyen különböző ilyen orfeumi primadonnákat is megismert Kosztolányi, és volt egy barátja, úgy hívják, hogy Rozsnyai Kálmán, akinek a lakásán találkozott ezzel a hölgyel. Úgy hívta őt, hogy a fekete asszony, vagy a fekete Vénusz, fekete Vénusznak becézte, mert hogy egy ilyen fekete, hát mondjuk, jó, hát nem tudom mennyire életű ez a kép, a versek alapján egy kicsit majd azok mutatok egy másik képet is, hogy a versek alapján ez a femme fatale, ez a vámpír nő leírást kap ez a szerelem, és a Keleti Juliska egy ilyen, tényleg egy ilyen vampos dizőszként jelenik meg ezekben a versekben. Egy kicsit majd, ha odaértek, Adi szerelmes verseire azért elég erősen fog ez hasonlítani, Adinak is ilyen nagyon vad szerelmes versei vannak, és a Kosztolányinak ez a korai szerelmi lírája egy ilyen felfokozott, ilyen teljesen ilyen éjszakai, démoni világ jellemző. De hogy különböző ilyen baráti levelek fönnmaradtak, ami alapján kiderül, hogy hát egy viszonylag rövid idő után ez a Keleti Juliska így ejtette Kosztolányit, ami hát nem esett neki túl jól, és különböző ilyen hisztis jelenetek is lejátszódhattak így a levelezés alapján, mert hát természetesen a barátaival ugye megvitatta így a szerelmi ügynek a epizódjait. Ezt írja az egyik cimborájának, Horváth Henrik úgy hívják: egyébként most semmi újság sincs. Zsüli nagyságot, nagy sikerek után teljes diszkréciót kérek, ott kellett hagynom. Ezt ő állítja, de aztán kiderül, hogy fordítva történt. A hölgyről egyébként elárulom utólag, hogy ön igen imponált neki, írja ennek a Horváth Henrik nevű barátjának. Megértettem belőle, hogy más levelet nem kapok. Mister, légy hozzám egészen őszinte. A földszinten bizonyára nagy kacagással fogadták azért kisdett kirohanásomat, s téged bíztak meg, hogy engemet hideg lepedő és bróm-nátrium nélkül szépszerével kiábrándítsál, igaz? A bróm-nátrium nyugtató. Most már csak pszichológiai szempontból érdekel az affér. Írd meg, megmutatta-e neked a levelemet a fekete csoda? Tudod, minden érdekel, és nem is pusztán pszichológiai szempontból. Pihennem kellene, és érzem, nem bírok. Előttem a szabadság, és soha nem voltam inkább rab, mint ma. Egyébként tisztelem a szobádat, a pamlagodat, az íróasztalod fölött álló képeket, az Alkotás utca köveit, az egész kedves, archaikus Budát. Ebből tudjuk, hogy valószínűleg ugye Rozsnyai adta kölcsön a lakását a Légy ottokra. És aztán ír egy ilyen levelet is egy harmadik barátnak: a hölgyről most, mikor a levelemet körmölöm, semmit sem tudok. Se levél, se hír. Csend, csend, csend. Bennem is csend van, és savanyú, buta közöny. Nekem fájt a tapintatlansága, mód felett, s szeretném elfeledni, hogy szerelmes levelemet úgy eldobta, mint egy árnyékszék papírost. Milyen szépen nevezik, fejezi ki, hogy árnyékszék papíros, a WC papír. A fekete Vénusz aludjon jól, mert én is jól alszom. Ha most 1907-ben, ugye ez a Négy fal között megjelenésének idején, a Budapesti Naplóban, amit ugye emlegettük, hogy ott dolgozik ekkor, egy ciklust közöl, aminek az a címe, hogy Fekete Vénusz. Amit valószínűleg, föltehetően ez a szerelem ihletett. Na, ez az a nő alak, akit mondtam, aki egy kicsit jobban hasonlít arra, ami a versben megjelenik. Ez egy Franz von Stuck nevű festőnek, bűn és érzékiség, oda is írtam.
ez a címe, ilyesmi képei vannak. Ez a századfordulós, ilyen szecessziós, ilyen, amikor az erotika megjelenik együtt a halállal, vagy valamilyen démoni, ugye ott kígyó, stb. Tehát ilyen különböző ilyen sötét árnyalatot kap, nem egy ilyen kiegyensúlyozott, ilyen romantikus lányregény, rózsaszínes szerelem, hanem ez a sötét, ilyen kicsit ilyen szadómazó ügy, és ez a levelekben, ilyen szürke 50 árnyalatan. Tehát ekkor is volt, a 900-as évek elején is, és ez a versekben abszolút előjön ez a hangulat. Például gyertyaláng lobog, piros ány suhan ránk, asszonyok gyűlnek fekete misére. Ez ilyen sátánista felhangot is kap. A papod vagyok, s te az éj királynő, fekete Vénusz. Bánatom nehéz mise köntösében, hódolok neked szomorú szavakkal, illatos tömjén hízelegve bódít fekete Vénusz. Akkor az utolsó szakasza, táncok éjszakája. Ott például ilyeneket ír, elég hosszú, úgyhogy nem olvasom föl az egészet. Fönn van az interneten. Azt mondja, hogy bősz láncba fogva vágtatunk előre, mi rettegő komor bohócai. Szájunkba vértől tajtékszik a zabla, gyeplőn kaján mosollyal tartja, és nincs erőnk széllyel szakítani. Tehát egy ilyen domina, aki ott fogva tartja őket. Tekintetét, mit olykor porba hullat, felvesszük, mint a gyöngyöt az arab, szemünkbe gyászos vágy, sötét nyomor for, megbicsaklunk, ám suhint az ostor, és táncolunk lobogva balgatag. S én, a bolondok közt a legbolondabb, a trónja talpát rázom mérgesen, s búsult tüzével a hűlt üstökösnek, feltépem a szívem egy nagy vörös seb, és eléje vágom maradék eszem. Tehát ez ennek a korai szerelmi lírának a hangulata. Menjünk tovább. Most ez egyébként ebben a korszakban, tehát ez nem csak a Kosztolányi fantazmája, hanem ebben a korszakban nagy divatja van, ugye ennek, ugye látjuk a képzőművészetben is megjelenik, Európa szerte, ez a femme fatale végzett asszonya, ez egy ilyen divatos figura a különböző művészeti ágakban. 1910, három évvel később megjelenik, amit már említettem egyszer, a Szegény kisgyermek panaszai című verses kötete Kosztolányinak, és ugye mondtuk, hogy a négy fal közöttnél ugye azért Aditól kapott egy keményebb bírálatot, és nem mindenki dicsérte, tehát voltak, akik dicsérték, elismerték, összességében nem volt olyan rossz a visszhangja, de ami igazán áttörő, meg átütő, ez a Szegény kisgyermek panaszai, ezzel lesz úgy jobban úgy a fősodorba, tehát ezzel a modern irodalom fősodrába, ezzel kerül be úgy Isten igazából, és ennek elég sok kiadása van, később összesen 7 kiadása jelenik meg, elég sikeres, és folyamatosan változtatja, tehát így a kiadásonként így változik, hogy több verset ír hozzá. Most azt nézem, hogy idézek, hogy itt arról nyilatkozik, hogy hogyan egy ilyen kis életrajzi jegyzetében írja, egy újságnak nyilatkozza. Életrajzot kérnek tőlem, 2 fontos adatot közlök. Az egyik 1885 virágvasárnapja. Ekkor születtem. A másik 1909. szeptembere. Ekkor írtam meg legkedvesebb könyvemet, amit ma is a legjobban szeretek, a Szegény kisgyermek panaszait. Nem tagadom, hogy minden örömöm és szenvedésem benne van ebben a kis füzetben, mert az élményeim ma is gyermek élmények, és a szenzációim gyermek szenzációk. És az elemzéseknél ugye egy kisgyerek szemszögéből ír a világról, ez a Ruth Varangy, ez is ebben van, amit ugye felolvastam az elején, de ez a gyerek, ez egy ilyen metafora inkább, tehát nem feltétlen, tehát ez a gyermeki látásmód, stb. Ez ugye arról is szól, hogy valami ilyen gyermekkori paradicsom,
szerű, valami boldogság, vágy, ilyesmi, de ugyanakkor azért ott vannak a rút békák is benne, tehát egy ilyen összetett, ilyen érdekes, kicsit ilyen álomvilágszerű, hogy ennek miköze a felnőtt, kicsit ilyen kiégettebb életszakaszhoz, tehát ilyen különböző ilyen elemzési szempontokat lehet itt behozni. És akkor van sok minden, amit ugye, hogy ez is tudjuk ilyen mindenféle hétköznapi pszichológiában, amit a gyermek egészen máshogy lát, mint a felnőtt, máshogy él meg, stb. Tehát, hogy valahogy ez a látásmód, meg ez a letűnt paradicsomi indulás, stb. Is benne van. Vannak olyan elgondolások, mi szerint az emlegetett unokatestvér Csád Géza az alapötlethez hozzájárulhatott, mert hogy azt írja Kosztolányinak levélben, hogy félsz, hogy elfelejtenek? Írj róla verset, gyermekem, e félelemről. Legyen a vers méla és nagyszerű tomboló, legyen kétségbe esett. De te ne légy se egyik, se másik, hanem egyszerűen Dide, a kis Dide. Na, megjelennek ebben a korszakában kisebb kötetei is, ezek ilyen egészen vékonyka, ilyen kis, mit tudom, 8-10 oldalas kis füzetek. Az egyiknek például az a címe, hogy őszi koncertkártya. Ezek is ilyen összefüggőbb versciklusok, kártya, ugye megint egy ilyen jönnek a sátán, meg kártyavetés, meg éjszakai élet, stb. Tehát megint van egy ilyen vonulat benne. A másiknak ugye már a címe is Mágia, az a címe, ez is egy ilyen két kötetet, két kiadást is megért, és minden esetben mindig van körülötte ez a reklámozás, ez a marketing munka, lapokba hirdeti, könyvkereskedőknél plakáton, tehát még nem lehet Facebookon eseménybe, meg nem tudom mibe meghirdetni, hanem könyvkereskedőnél kint van a kirakatban plakáton, tehát hát az akkori ilyen reklámhordozókkal él elég rendesen. Most elkövetkezik a 1910-es évekhez, ugye, hogy elértünk, 1914 az első világháború kitörése. Itt ugrottam egy nagyot, mert hogy Kosztolány is ugrik, legalábbis ami a vers termést illeti. Az első világháború, mint újságíró, tehát hogyha Kosztolányi újságíró, az újságírók nagyon sokat tudnak arról, hogy mi történik, és azt is tudják, hogy mik azok a hírek, nagyon keményen működik a háborús cenzúra, amit meg a háborús propaganda, tehát újságíróként ő belelát abba, hogy milyen események vannak, amiket eltitkolnak a nagyobb közönség a lakosság elől, például különböző veszteségek a fronton, a hátországban mik történnek, a laktanyákban olyan esetek történnek, hogy ilyen parancsmegtagadó katonákat kivégeznek, stb. Tehát sok ilyen sztori van, amik nem jelenhetnek meg a lapokban, és ezekkel mindegyikkel szembesül. Tehát a katonaságot folyamatosan meg akarja úszni, retteg attól, nem akar kimenni meghalni a frontra, és ilyen különböző praktikákkal próbálják elérni, protekcióval így úgy, hogy megússza a háborút. Erről is rengeteg sztori van. Akkor utána ugye az első világháború után, tudjuk, hogy elveszítettük az első világháborút, utána következik őszi rózsás forradalom. Az őszi rózsás forradalomról is azt szokták, hogy mi még úgy tanultuk, hogy vértelen forradalom, de az is egy ilyen nagy lincs hangulat, meg egy ilyen nagy kaotikus állapotokkal járó valami volt. És akkor utána jön a tanácsköztársaság, ugye, ami mi még úgy tanultuk, hogy a dicsőséges általános iskolában még dicsőséges 133 nap volt ez a tanácsköztársaság. Most már inkább vörös terrorról szokás beszélni, és ha az ember megnézi a történelmi forrásokat, akkor a vörös terrorban több minden volt ebben az állításban, mint a dicsősége 133 napban. Tehát átvészelni ezeket az időket, és utána jön a fehér terror, és közben van a Trianon. Tehát ezeket így végigélni újságíróként, Budapesten, román megszállás, ezekről mindről tanultatok akkor, ez egy elég vészterhes időszak, és nem feltétlen egy ilyen ábrándozó alkotói oldalnak kedvez. Kosztolányival is rengeteg minden történik, erről most ezt most így átugorjuk, ezt csak így zárójelbe egészség jegyzem meg.
Most megjelenik két verses kötete, és politikailag is kompromittálódik, mert a vörös időszak után egy fehér terrorista labban fog, egy szélsőséges radikális labban fog, ilyen nagyon kemény antikommunista, meg antiszemita, meg ilyen cikkeket írni, és akkor ebből is rengeteg konfliktusa fog származni. És utána, amikor így konszolidálódik a helyzet a 20-as évek elején, akkor fog majd újra jelentkezni verses kötetekkel is. De közben folyamatosan cikkei, meg minden jelennek meg. Most az egyik verses kötet, ez a Kenyér és bor, 1920, a másik a Bush férfi panaszai, 1924. Az 1920-as Kenyér és bor, az majd azt hiszem benne lesz biztos, az a van már kenyerem, borom is van, stb. Ez az egyik fő vers, amit szoktak innen idézni, hogy elért már sok mindent az életbe, de a lényeget azt valahogy nem találja, azt elvesztett valami varást, valami nincs meg a kincs, amire vártam, stb. És egy ilyen kiábrándult valamibe van. Tehát egy ilyen nagy világháborús, meg mindenféle kiégés utáni állapotot, egy kicsit ilyen érettebb személyiséget mutatnak már ezek a versek. És ebben az időszakban hal meg Csád Géza, aki ezt a verset emeltem ki ebből a Kenyér és bor kötetből, Csád Gézának, ugye az is a címe, aki viszont nagyon erős morfinista lett időközben, morfin függő, erről is rengeteg mindenféle cikket találhattok róla, hogyha így utána kutakodtok. És hát egy ilyen nagyon komoly tragédia ez a családnak, meg Kosztolányi számára, és a morfin függőségébe hal bele, nem is akárhogy, időközben megnősül, megöli a feleségét, és ő is öngyilkos lesz, tehát egy ilyen nagyon, nagyon kemény sztoria van Csátnak, ez érdemes utána olvasni. És hát Kosztolányit eléggé megviseli, mert hát ugye az elején direkt fölvezettem, hogy azért elég szoros kapcsolatban voltak, és Csád Gézának címmel megír egyébként egy nekrológot is róla, ahol a morfinizmusának a tüneteiről kicsit ilyen, már ilyen orvosi, diagnosztizáló szaknyelven ír, hogy hogyan uralkodik el a morfin a személyiségén, meg mennyire torzítja a tudatát a morfinizmus. És akkor például ilyeneket ír, ugye végül is itt, amit a végén is idéztem, úgy kezdi a verset, hogy te sohase jövő és sohase beszélő, várlak ma is halott, te hosszú és késő bús éjszakán. Mert mész fehéren ég távolban a hegyoldal, s befestve a falam, a bandzsal csorba holdal, oly halavány. Nem kell lesz szólnod, mond, nincs semmi hír amonnan, hol fejfa és kereszt elvész a sűrű lomban, és sír a táj, stb. Stb. Nézzük meg mondjuk akkor a zárást. Hisz a semmit tudod, gazdag, végzett, hatalmas, ki célhoz értél már, kell, hogy valamit adhass annak, ki él. És álomtalan éjjel kétségbeesve vár rád a múltnak koldusa, és százszorosan árvább a semminél. Te a halálé vagy, zarándoka az ágynak, ki bátran indultál, kapudat megtaláltad az éj felé. De én, jaj, itt vagyok-e fényben, és hitetlen, feledve önmagam, jajokba fúlva lettem az életé. Most a másik nagy trauma, ami éri Kosztolányit, és ez már a Bush férfi panaszai kötetből lesz egy vers, az Trianon. Mert hogy, ugye Szabadka, a szülővárosa, is elcsatolják, és ugye Szerbia része lesz. És egyébként Csát már ugye 19-ben lesz ugye öngyilkos, az első öngyilkossága nem sikerül, de már a felesége megölése sikerül, és el akar szökni, át akar szökni, és ő lent van, tehát ő délen van, akkor a szerbek által megszállt terület még, ugye 19 még nincs meg a trianoni döntés, még csak a szerb megszállás van, de már ott van a határ meghúzva, meg ott állnak a szerb katonák,
és mikor át akar szökni, elkapják a szerb katonák, és ott a katonák, mikor elkapják és vissza akarják vezetni, akkor kiderül, hogy van nála egy halom méreg, morfin, meg minden más ilyen drogok, és azokkal így egyszerre beveszi őket, és úgy mérgezi meg magát. Na most, ugye, tehát, hogy nagyon érinti a családot ez. Kosztolányi is nem tud a szüleihez, nem tud hazamenni, nem lehet, nincs közlekedés, stb. Évekig nem látja a családját, amikor ez a első világháború, Trianon körüli ügyek vannak. Úgyhogy ez az egész megjelenik nagyon keményen innentől kezdve az irodalmi működésében is. Ez egy olyan vonal volt, amit így a rendszerváltás előtt így nem nagyon reklámoztak róla, vagy nem nagyon úgy jelentek meg kötetei, hogy ki voltak cenzúrázva azok a részek a szövegeiből, amik a Trianonra vonatkoztak. Tehát voltak ilyen szöveg, van elég sok ilyen szövege neki egyébként. És ebben a Bush férfi panaszaiban, ebben is van egy verse, például ez a szülőföldemnek Bush határa, ugye az a címe, azt mondja, szülőföldemnek Bush határa haj, elére még a bánat és a sóhaj, mert hozzá többé nem visz a vonat, csak így emelhetem rád arcomat. Jut eszembe, ma tudtam meg, hogy Szabadkára nem jár vonat, most így zárójel bezárom. Gyerekkorom, áldott gyermekkorom, te hontalan, hozzád kiáltozom. Bölcsők, koporsók, temetői por és templomok ormán az esti bor, stb. Vers elejét, végét olvasom, és akkor így beleférek talán az időmbe. Fejemre kulcsolom a két kezem, és koravénen rád emlékezem. Vagyok szegény, ki semmit sem akar, 34 éves, elfáradt magyar. És nem kérdezem, az ég ragyog-e még, azt sem kérdezem, hogy vagyok-e még. És még van több ilyen verse, egy fontos könyv, szerkeszt egy Irredenta antológiát, az a címe, hogy Vérző Magyarország, ez is sokáig indexen volt, ilyen tiltott, betiltott művek között, amiben minden a korabeli, minden jelentős író költőnek ilyen Trianonnal kapcsolatos szövege jelent meg. És akkor később, mikor nem irredentizmus van, hanem revizionizmus, ezekhez a 20-as évektől, ahol békésen próbálunk tárgyalni a területekről, akkor pedig ilyen revíziós mozgalmakba vesz részt. Ez egy érdekes ilyen irodalom politikai vonala működésének. Most az apja erről a Szülőföldem Bush határa című versről azt írja, az iskola igazgató apuka, aki pont emiatt, hogy mikor szerb terület lesz Szabadka, szerb lesz az államnyelv, és szerbül kéne tanítani az iskolába, és ő ezt már képtelen, tehát már ilyen nyugdíjkorú, és képtelen erre, és gyakorlatilag onnantól kezdve egy derékba törik így az apjának is így az élete ezzel. Azt írja erről a versről, hogy Ötvös Józsi rokonunktól kéziratban megkaptuk azt a szép költeményedet, mely az új nemzedék újévi számában jelent meg. Ez az új nemzedék, ez az a szélső radikális lap, amit mondtam, ahol ilyen antikommunista cikkeket ír. Én úgy emlékezem, hogy ezt a mély érzéssel és hazafiúi fájdalommal telt költeményedet már előbb, több hónap előtt olvastam, ha nem csalódom, valamelyik helybeli lap is leközölte. Ezt kérdezi az apa, most én ezt fejből nem tudom hirtelen, szerintem nem, mert hogy közölte volna le helybeli lap, mikor ugye, bár vagyok 24-ben, hát lehet. Az is egy szokás volt egyébként, erről jut eszembe, hogy aztán utána, mikor ugye trianoni döntés, és megjelennek, úgy jelennek meg a lapok, Kosztolányi is, hogy Budapesten megjelenik egy cikke napilapban, 1921-től a Pesti Hírlapnál dolgozik élete végéig, de közben ugye mondtam, hogy több száz lapnak össze-vissza párhuzamosan küldözget anyagokat. És másodközlésben ugyanaz a szöveg megjelenik az ilyen nagyobb határon túlra került városokba, tehát Szabadkán, a Bács-megyei naplóban, Kolozsváron, az Ellenzékben, Prágai Magyar Hírlapban, tehát hogy szinkronban akartak maradni a határon túlra került nagyobb
fontosabb kulturális központok Budapesttel, úgyhogy még a lapok szintjén is, hogy volt, hogy ugyanazokat a cikkeket hozták. Ez is egy ilyen valahol így a területi egység visszavágyása, tehát hogy egy ilyen, már ekkor elkezdték ezt, hogy ilyen kulturálisan maradjon meg az egység. A következő kötete 1928-as. Hát itt hoztam egy ilyen poént, Meztelenül az a címe a kötetnek, ami, és akkor hoztam egy ilyen, hogy ott Kosztolányi Meztelenül van, ott van, ő van a jobb szélen, Visegrád Gizella telep, ez a kép, és itt valamikor 1930-ban készült ez a felvétel. És itt van a felesége egyébként, itt a, aki ebben a kis masnival ott térdepel, ott a, egy ilyen nyaralás alkalmával készült róla, csak gondoltam, ha már a kötet címe Meztelenül, akkor valami ideillő illusztrációt hozzak, egy ilyen strandolós fotót. A kötet, látjuk, hogy egy ilyen konstruktivista címlapja van neki, ilyen minden ilyen nagyon leegyszerűsített. Az az érdekes benne, hogy formailag is, meg tartalmilag is, ez az átvitt értelmű, metaforikus lemeztelenedés, amikor így már mindent magam mögött hagyok, tehát egy ilyen nehéz időszak után nem is csoda, hogy az ember eljut egy ilyen állapotba, hogy így minden gond, minden teher, minden rossz, minden kerüljön re rólam, és induljak újra. Tehát egy ilyen újrakezdésszerű is van ebben az egészben. És ez az egyszerűség, kicsit olyan megtisztulás jelleg is megjelenik. És a versek szabad versek, ugye, hogy a kötött formát is leveti, tehát az is a Meztelenül arra is utal, hogy formailag is egy ilyen teljesen szabad és mindenféle ilyen merev keretek és jelmez és minden nélküli megjelenést ad a verseknek formailag is. Amikor ez megjelenik, akkor így a szabad vers téma lesz, hogy tulajdonképpen mi is ez a szabad vers, és mennyire irodalom ez. Például a Kosztolányinak az apja, az egy kicsit ki is akad ezen, hogy hát ezek nem versek, ez nincs benne rím, nem jön úgy a soroknak a szótagszám, stb. Tehát, hogy ezek hogy lehetnének versek. Kosztolányitól megkérdezte egy újság, Mindnyájunk lapja, az volt a címe, hogy mióta ír szabad verseket, és azt nyilatkozta, hogy körülbelül 4 év óta nem tudtam megmaradni a szabályos határok között, úgy éreztem, nem fér bele mondani valóm a kötött formába. Olyan formát akartam, amely szabadon szárnyal, és önmagának tör utat arra és annyira, amerre és amennyire mondani valóm megkívánja. Például ilyen című versek, Csomagolt be mind, itt például a múlt elengedése, szintén amit említettem, metaforikus értelemben, idézem, az egyszerű ember az egyszerű földön, s meztelenül legyek, amint megszülettem, meztelenül legyek, amint meghalok. Egészen addig, hogy a születés és a halál meztelenségévé válik. Tehát egy abszolút egy ilyen átvitt értelmű történet. A különböző avantgárd irányzatok hatását is felfedezték már benne. Most elérkezünk lassan a 30-as évekig. 30-as években írja Kosztolány nagy tanulmányait, ilyen nyelvészeti működése is van, az akadémián ilyen nyelvészeti bizottságban is benne van, mert hogy ezzel a Trianonnal kapcsolatos ilyen revizionista működésével párhuzamosan elkezdi nagyon hevesen a magyar nyelvet védelmezni, és arról ír egy csomó tanulmányban, hogy a magyar nemzet az egy nyelvközösség, és ő mond ilyeneket, hogy magyar író az, aki magyarul ír. És hogy tök mindegy, hogy hol élsz, hogy mit tudom én, Kárpátalja, Erdély, nem tudom én, a magyar irodalom része vagy.
Vannak, akik ezt úgy is értelmezik, hogy itt az antiszemitizmusának is egy kicsit egy ilyen visszatáncolása van, hogy attól, hogy mondjuk valaki zsidó származású, magyarul ír, az ugyanúgy a magyar kultúra része, tehát e körül vannak ilyen értelmezések is, meg ilyen kicsit ilyen irodalom-kultúrpolitikai ügyek is. Úgyhogy akkor közben ilyen irodalmi szerepvállalása is lesznek, például a PEN klubnak lesz az elnöke, a Magyar PEN klub, az egy ilyen elég rangos szervezet, és 1932-ben Budapesten egy nagy világkongresszust szerveznek, és az az érdekesség, hogy ott is összevesznek egymással a konzervatív, meg az ilyen liberálisabb szellemű írók, ott is ilyen nagy veszekedések, patáliák lesznek, és Kosztolányi, mint PEN klub elnök lemondani kényszerül az ilyen különböző belharcok miatt. Olyan helyzet is előadódik, hogy van egy angol mágnás, az a neve, hogy Lord Rothermere, aki fölfigyel Magyarországra, és ő a szószólója lesz annak, hogy a magyar trianoni béke döntést az felül kell vizsgálni. És egyből mindenki körül rajongja ezt a Rothermert, hogy őt most akkor itt az európai tárgyalási fronton vagy asztaloknál megnyerjük magunknak, és segítsen az ilyen revíziós törekvésekben. És Kosztolányi is elmegy Londonba, és csinál egy interjút ezzel a Rothermerrel, és beszélgetnek arról, hogy a magyar íróknak milyen nyomorúságos a helyzetük. És hát a Rothermere azt mondja, hogy hát ő ugye egy mágnás, egy nagyon gazdag ember, hogy hát fölajánl 1000-1000 fontot, hogy évente a legjobban sikerült magyar könyveknek, könyvek szerzőinek adják oda ezt egy díj formájába. És akkor Kosztolányi, mint PEN klub elnök hazajön, és hát egyből eldönti már a vonaton hazafelé, hogy Móricz Zsigmond és Krúdi Gyula fogják kapni ezt a díjat, csak hogy Krúdinak abban az évben nincsen kötete. És gyorsan fölhívja a Krúdit, oda rendeli, hogy gyorsan szedd össze az asztalfiókból néhány novelládat, gyorsan adas, és november van, és ugye december 31-ig kéne, hogy legyen kötete neki, úgyhogy gyorsan kiadatják, és Krúdi olyan szerződést köt a nyomdával, hogy majd a jövőre megkapom a Rothermere díjat erre a könyvre, és annak a pénzéből fogom kifizetni a nyomdát. És hát így lebuknak, és így halálra sértődik mindenki, és a konzervatív írótábor így, hogy lehet ez, hogy miért nem ők kapják meg a díjat, nekik esnek, hogy ilyen-olyan szellemiségű írók kapják, hát ma is ugye a kultúrharc úgymond az tombolt már akkor is, tehát ilyen történetek is fűszerezik azt, hogy Kosztolányi miért nem lett olyan sokáig a PEN klub elnöke. Most közben novellákat is ír, meg, és a regények, ugye arról nem beszéltem, hogy a 20-as években, amíg ugye megjelennek ez a Kenyér és Bor meztelenül, ő regényíróként is befut, tehát ekkor jelennek meg, amik majd a tananyagban is benne lesznek, az Édes Anna, Aranysárkány, Pacsirta, ezek a komolyabb regényei, van a Véres költő, az az első regénye volt, és 1933-ban jelenik meg az Esti Kornél, van egy csomó novellája, és Esti Kornél egy kicsit ilyen kultfigura is lett, van ilyen együttes is, meg minden, aki egy ilyen bohém budapesti éjszakai kávéházi fiatalember lényegében, és ilyen eléggé ilyen humoros történetek, és persze mindenféle ilyen mélységgel fűszerezve, ezeket is ajánlom olvasásra. Most elérkezünk 1935-ben, Kosztolányi 50 éves, és megjelennek az összegyűjtött költeményei. Tehát ekkor már túl van ezen a PEN klubon, rengeteg szereplésen, rengeteg ilyen irodalmi csatán, és az összegyűjtött költemények megjelennek. Ebben a kötetben jelenik meg külön számadás címmel egy külön ciklus.
Ezt van, hogy az irodalomkönyvek egy külön kötetként értelmezik, de ez az összegyűjtött költeményeknek egy része, a számadás, tehát külön könyvként nem jelent meg. És ebben vannak az igazán nagy versei, amiről majd a tananyagban bőven lesz szó, például a Halotti beszéd, a Hajnali részegség, az Ének a semmiről, ezek az ilyen igazán komoly versei, amit így elég sokat szoktak tárgyalni. Az életrajzi háttér az, hogy 1933-ban Kosztolányi fölfedez az ínyén valami furcsa vörös foltot, amiről aztán kiderül, hogy valójában rákos daganat, és ő már az elején ezt így valahol érzi, meg sejti. Abban az időben az orvosi protokoll az volt, hogy nem mondják meg a betegnek, hogyha halálos betegsége van. Tehát ilyet nem mondanak, nyilván nem tudták úgy gyógyítani a rákot, tehát hogy egészen más szinten volt az orvostudomány, és ezért eltitkolták a beteg elől, és össze-vissza mindenféle mást mondtak, ilyen egyéb, ilyen ahhoz hasonló, de nem rosszindulatú elváltozásokat, tehát ilyen diagnózisokat, hogy epulis, az valamilyen kisebb jóindulatú daganatszerű, tehát hogy ilyen diagnózisokat kapott, és fogorvostól mindenhol voltak, hogy ugye mi lehet a problémája. És aztán a végén, akkor még ilyen sugárterápia az egyedül kevés helyen volt, és Stockholmba kellett menni, ugye ilyen rádium besugárzásra, és ott olyan erős dózisokat kapott, hogy az egészséges szövetekből is rengeteg elhalt, és végül is ez okozta, ez gyorsította föl a halálát, tehát 36-ban meghal. De végig van, tehát az utolsó 3 éve az egy ilyen szenvedéstörténet is, és a versekben is azért van folyamatosan, hogy ez a halál hangulat már nagyon erősen benne van. Konkrétan ilyen, mint a Vadkovács című vers, az a testi szenvedésről, beteg kiszolgáltatott, tehát hogy ezek mind megjelennek a verseibe. A Hajnali részegség, és Kosztolányinak van egy kamaszkori hite, van egy ilyen vallásosabb nevelése, ami aztán úgy idővel elkopik, és aztán, ahogy jönnek a történelmi események, meg fővárosba egészen más közegbe kerül, stb., ez úgy eltűnik, és inkább lesz egy ilyen kicsit ilyen agnosztikus, úgy fogalmaz, hogy ő agnosztikusnak vallja magát, tehát egy ilyen vallástalan, meg kicsit ilyen hitetlenebb figura, vagy ateistább. És aztán itt a Hajnali részegség az a vers, ahol van valami áttörés, itt már felfedezte a piros foltot az ínyén, ami egy kicsit egyfajta istenhitet mutat, ugye a végét, hogy leír egy, a vers az egy nagyon hosszú, nagyon voltam egyszer egy 3 napos konferencián, ahol 40 előadó csak erről az egy versről beszélt, tehát, és az elemzéséről, úgyhogy most ennek itt most sajnos nincs ideje, de hogy ebbe a versbe van egy ilyen égi bálnak a leírása, egy ilyen hajnali részegség, egy abszolút egy ilyen hétköznapi szituációból indul ki, hogy így nem tud aludni, kinéz az ablakon, és ilyen hétköznapi ilyen helyzet. Közben így egyes szám második személyhez beszél, egy ilyen társalgóbb hangnemben, és egy égi bát lát egyszer csak maga előtt, és arról beszél. És mondjuk a vége az, hogy nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az úrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony, ma már izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök köz botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Ezt azért is zavartam, mert hogy ezt nagyon jól szavalták nagyon sokan, ezt a verset, úgyhogy kicsit ilyen szentségtörés felolvasnom, de hogy ez egy erős. Van egy másik vers, ez az Ének a semmiről, ez meg egy kicsit ennek az ellentéte, ez kicsit megint ilyen nihilista visszaesés, egy ilyen nihilistább történet.
ha félsz, például egy verszak, ha félsz, a más világba írját, verd a halottak néma sírját. Tudd meg, konok, nyugalmuk írját, de nem felelnek, úgy felelnek, bírjuk mi is, ha ők kibírják. Ez van a sírjára írva egyébként a Kosztolányinak, hogy azt hiszem, hogy de nem felelnek, úgy felelnek, bírjuk mi is, ha ők kibírják. És egy fontos, kevés idő marad, de azért ez a fontos szerelem, ez a Radákovics szerelem, ez nem olyan, mint a Keleti Juliska. Részben összefügg ezzel a, mondtam, ez a vallásos odafordulással is. Visegrádon újságíró üdülőben már betegen van a feleségével, és ott ismeri meg ezt a... Ez egy férjes asszony, Radákovics Mária, olyan 35 körüli, Kosztolánya meg ugye már 50 éves, 51 volt, mikor meghalt, tehát egy fiatalon halt meg. És hát egy ilyen hirtelen, ilyen nagy szerelemre lobban az asszony iránt, neki van férje és van egy kisfia. Úgy hívják a fiát, hogy Pap Oszkár, aki később egy híres festő lesz egyébként, és nem olyan rég halt meg, tehát nem tudom, x-10 éve, vagy nem tudom hány éve halt meg. És hát ez a szerelem, ennek az az érdekessége, hogy azt mondják az értelmezők, nagyon sokan, hogy hát ez valószínűleg ott a ilyen halál előtti menekülés, egy ilyen kétségbeesett valami, teljesen mindegy, hogy ki volt ez a nő, hogy nem is annyira a nőről szól, hanem Kosztolányinak egy ilyen túlélési vágya, egy ilyen menekülési, egy ilyen kitörési útvonal. És hát... fönnmaradtak különböző dokumentumok, hanganyagok, mert csináltak interjúkat már a Kosztolányi halála után, 1960-as években a Radákovics Máriával, és ilyen különböző hanganyagok alapján is próbálhatjuk így rekonstruálni ennek a szerelemnek a történetét, mert hogy az özvegy a könyvében, az életrajzi könyvében, a Kosztolányi Dezső felesége, hát elég, ő csak a saját malmára hajtja a vizet, tehát hogy ő más szemszögből ír erről a történetről. És egy érdekesség, hogy ez, hogy a feleség és a Radákovics Mária, mint szerető közti ellentét, a Kosztolányi haldokolva, e között a két nő között hogyan próbál vergődni, ott hagyja a feleségét, nem hagyja ott, új életet kezd, nem? Tehát ez egy nagyon érdekes, egy ilyen emberi, meg egy tanulságos történet ezt így végigolvasni. És ebből a hangfelvételből, amit mondtam, hogy Radákovics Máriával készített hangfelvétel, hogy hogyan vallott neki Kosztolányi szerelmet, mindig korán mentünk fürödni, mikor még nincsenek, nem volt sokaság, ugye a Visegrád a Dunába. És feküdtem, és a Japi, az a fia, és az Erna, az meg egy ilyen nevelőnő, a vízben voltak. És akkor odajött Kosztolányi, és azt mondta, szeretem Mária. Így mondta, most itt mindjárt betörnek, szeretem. És el kell utaznom, és nem fogom látni, és nem tudok ide utazni. Meg kell ígérnie, hogy válaszol nekem. Én írok magának, és maga válaszol. Azt mondta, hogy beleúrik a vízbe, hogy meghal, ha nem mondom azt, hogy írok neki. De olyan elementáris erővel volt mondva, hogy tudtam, hogy igaz. Most közben a feleség is akcióba lép, tehát így alakulgat ez a szerelem, és a Füst Milán az író, ő segíti a szerelmeseket, közben nézem az időt, közvetíteni köztük. Miközben a feleség az ugye folyamatosan ott felügyeli ezt a történetet, és levelet is ír az asszonynak, igyekszik megfenyegetni, azt akarja, hogy hagyja békén az ő férjét, stb. Tehát ilyen nagyon ilyen családi drámákkal terhelt ez az egész ügy. Két komolyabb verset emeltem ki ebből az időszakból, az egyik a Röp ima, hát az inkább egy ilyen játékosabb, ahol mindig Máriára végződik a vers.
hogy ő a sebes, fényes láng, Mária, engem szeret a földön, Mária, stb. Stb. A másik, ami pedig egy szintén egy nagy vers, ez a szeptemberi áhítat, amiben benne van egy kicsit egy ilyen vallásos, panteista ügy, ezzel a szerelemmel így átlényegülve, és egy ilyen túlélés vágy, meg az, hogy az életnek az újra felfedezése, mint egy haldokló, amikor az élet szépségét akarja meglátni egyre jobban. Nos, hát érdekességként csak a végére, hogy itt még több mindent írtam, hogy a Radákovics Mária a kórházban, utolsó 3 hónapban már haldoklik a Kosztolányi a kórházban, és nem tudja a szerető, a szerelmes meglátogatni. Kosztolányi még próbál neki ilyen vörös rózsacsokrokat küldetni, stb. A neve napjára, de az asszony már nem tud oda menni, mert fél a feleségtől, vagy nem tudjuk, tehát ez is egy ilyen érdekes dolog. És a végakarata az volt, hogy a Radákovics Mária fényképeit és leveleit vele együtt temessék el. És ebből fönnmaradt, hogy állítólag a Füst Milánné oda is ment, a fényképekkel meg a levelekkel a ravatalozóba, de meglátta a feleséget és nem merte betenni a koporsóba, és akkor rábízta az egyik közös barátjukra, aki szintén ott volt, hogy rakja be ő. És hát nem tudjuk, hogy mi lett a sorsa. De hát most, hogy valami széppel fejezem be, nem tudom, a szeptemberi áhítatnak talán a mondjuk utolsó 3 sorát felolvasom. Azt mondja, hogy a csillagok ma mond, miért nagyobbak, s mint a kisikált sárgaréz edények, a konyha délutánján miért ragyognak. Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt tiszta kegyeket, ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaélem? Az Orion süvegje miért parázsló? Miért, hogy mindent lanyha páramos? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozol csodálatos? Nos, hát köszönöm szépen a figyelmet. Dióhéjban ennyit.